A megmérettetés ideje. Első rész. Kedves hallgatóim, kedves nézőim! Szeretném folytatni az előző tanulmányt a hármas angyal üzenete kapcsolatban. Hogyan is van írva a hetedik versben a jelenések 14 részében? Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Az Isten félelemmel és az Isten dicsőítésével foglalkoztunk az elmúlt tanulmányban. De mit jelent nekünk, hogy eljött az ő ítéletének órája? Pál apostol Jézus földre jövetelével kapcsolatban ezt írja. Mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett. Honnan tudták a pásztorok a mezőn, hogy abban az időben fog megszületni a megígért Mesiás? Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy most menjenek Jeruzsálembe, hogy meglátogassák a most született csecsemőt, a zsidók királyát? Vagy keresztelő János miért pont ebben az időben mondja, én csak útkészítője vagyok annak, akinek saróját hordozni sem vagyok méltó. Én vízzel keresztelek, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd. Miért tudták? Ézsaiás profétánál azt olvassuk, a régiek beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudaton veletek. Csodálatos könyv a Biblia, amiben a Jóisten mindent leírt az ember részére, leiratott, és mindent tudat velünk, amire szükségünk van. Jézussal kapcsolatban az Ószövetségben több proféciát látunk, ami mind beteljesedett. Például, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Betlehembe fog megszületni, hogy 30 ezüst pénzért eladják, hogy ruháin osztozkodnak. Több évszázaddal azelőtt az Úr megíratta a mi részünkre, hogy lássuk be, hogy ő mindent jól előre lát. Ézsaiás proféta azt írja az Atya Istenről. Emlékezzetek meg a messzi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok én, nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentém kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Milyen csodálatos, hogy a Dávid király, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletétől minden seregük. Ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. Bárki, aki körülnéz a természetben, mit lát? Mit ír erről Rómánál Pál apostol? Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van bennük. Mert Isten megjelentette nékik, mert ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Mi veszi körül ezt a gyarló, gyenge embert mindenütt és mindenhol? Istennek csodálatos alkotása. Sokan elmennek a művészies festményeket a tárlatokon, kiállításokon megnézni, és csodálatosak ezek a festmények. De vajon szánunk-e időt arra, hogy valóságban szemléljük a hatalmas Isten élő alkotásait, amelyekkel körülvet bennünket? Csodálatos természet vesz bennünket körül. Isten erejét állandóan kiárasztja, hogy teremtményeit fenntartsa. Szeretnék a Pátriárk és Proféták című könyvből olvasni. Nem áll az, hogy mivel a szervezet munkája megindult, saját öröklött energiája által folytatja a működését, dobban a szív, és lélegzetet lélegzet követ. Sőt, minden lélegzet, a szív minden dobbanása, Isten mindent átfogó gondviselésének bizonyítéka, akiben élünk, vagyunk és mozgunk. Nem a benne rejlő erő folytán hozza a föld évről évre elő termését, és végzi körútját a nap körül. Isten keze vezéri a bolygókat az űrben, és tartja fenn őket pályájukon. A természet csupán szolgálja a teremtőjének. Tudod ember egy élő kis állatkát, vagy egy szép virágot teremteni a semmiből? Nem tud.
Az ember sok mindent szeretne utánozni, és utánoz is, de annak a mágszemnyi kis bogárnak sem tud életet adni. Többször voltam a kapuvári érosztályon az agyérszűkületem miatt, még a 80-as évek elején. Persze az első ebédnél kiderült, hogy én egy más emberke vagyok, mert mindig külön kaptam az ebédet. Erre fölfigyelt egy másik betegtárs, aki különben pártitkár volt valahol, és mivel a mindenki lábérszűkületes volt, én voltam ilyen agyi érszűkületes, neki kötelező volt minden délutáni pihenő után sétálni, és este bejelenteni a nővérnek, hogy hány métert tudtak menni, mert a járdon meg volt jegyezve. És ez a betegtárs egyszer arra kért engemet, hogy én vele sétáljak. És természetesen, hogy elkezdte nekem magyarázni az evolúciót és az ő elméleteit, és mikor már úgy gondoltam, hogy elég, akkor megálltam és kérdeztem tőle, hogy tetszik látni itt az előttünk levő csoportban annak a hölgynek milyen szép haja van? Persze, igen, igen, szép. És akarta folytatni tovább. És mondtam, hogy nem. Azt is tetszik látni, hogy ez a haj festve van? Persze, igen. És akkor elmosolyogtam és megkérdeztem tőle, hogy tessék mondani, hogy lehet, hogy ebben a buda őskorban olyan haj alakult ki a majomból, vagy nem tudom honnan, hogy a mai okos ember nem tudja teljes mértékben utánozni. Virítanak, hogy festett haja van valakinek. Nem ugyanaz. És most felteszem a kérdést, mivel, mint természetgyógyász, mostanában sokat foglalkoztam az értelemmel és az aggyal. Hogy lehet az, hogy azok az emberek, akik elhiszik, hogy majomból származtunk ki, hogy több millió évvel ezelőtt kialakultunk, és most fölteszik az internetre, hogy lejött a fáról, hogy négy-két láb mászik, és aztán hogy áll ki, egyenesedik, stb. És mégis több millió év alatt nem tudott ez a majom még egy sem megtanulni beszélni. Csak az ember, akinek Isten adta ezt a csodálatos megkülönböztetést, ezt a csodálatos agyat teremtette neki. Érdemes ezen elgondolkodni, milyen pici parányi az ember. És nekem nagyon tetszik, több tudós képje, akármilyen van nekem is, akik elismerik, hogy mennél jobban mélyednek bele a természet tanulmányozásában, az életünk tanulmányozásában, annál jobban meghajolnak az Isten hatalma előtt. Isten mindent egy meghatározott terv szerint végzett, kezdettől fogva napjainkig. Már a teremtéskor beosztott idővel dolgozott, hiszen minden elvégzett munka után mondja, slőn este, slőn reggel, első vagy második, harmadik, a hatodik napig. Újból olvasunk a Pátriárkák és Proféták 96. oldaláról. Miként a szombat, úgy a hétbeosztás is a teremtés műve. És így maradt fenn számunkra. A Biblia történet pedig megőrizte egészen napjainkig. Isten mérte ki az első hetet, hogy minden következő hét mintája legyen, egészen az idők végezetéig. Mint a többi hét, a teremtés első hete is hét természetes 24 órát számláló napból állott. Isten teremtés művére 6 napot fordított, a hetediken megpihent, megáldotta és elkülönítette nyugalomnapul az ember számára. Hiszen Péter apostol által is bizonyítva van, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövetnékre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólattak az Istenek szent emberei. Isten soha nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, olvashatjuk az Apostolok Cselekedetek című könyvében. És ahogy az elmúlt évszázadokban elhívta Luthert, Calvint,
Huszt, stb. Többi reformátorokat, hogy az abban az időben élő népeknek hirdesse az akkori jelenvaló igazságot, most is egy vallásos családban született fiatalember szívét Miller Vilmos indította a Biblia kutatására. Már fiatal férfi korában istentagadó társaságába került, de tanulási és kutatási vágya mindig tovább és tovább erősödött benne. 34 éves korában a Szentlélek hatására komolyabban kezdett foglalkozni saját állapotával, nagyon bűnösnek érezte magát. Minden kilátástalannak tűnt előtte. Több hónapon át vergődött azon gondolatokban, hogy milyen értelmetlen a halál, és milyen lehet az örökkévalóság. Miközben nagyon egy belső békére vágyott, úgy tűnt nekem, mondja, hogy létezhet egy lény, aki olyan jóságos és könyörületes, aki önmagát felajánlja a mi áthágásainkért. Még ennél is erősebb lett benne a vágy, mint eddig volt, a Biblia kutatására. Szabályszerűen és rendszeresen kutatott. Biblia szöveget Biblia szöveggel vetett össze, és addig nem lépett tovább, még azt teljes mértékben meg nem tudta érteni. Rendkívül érdeklődéssel tanulmányozta Dániel és a jelenések könyvét, és örömmel tapasztalta, hogy a profitai jelképek megérthetők. Látta, hogy Krisztus betű szerinti személyes eljövetele abban az időben is világosan tanítva volt a Szentírásban. Majd foglalkoztatta a halál a feltámadás gondolata Pál apostol szavai szerint, ahol olvasta, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk egy szempillantás alatt az utolsó trombita szóra. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. És eszébe jutott és olvasta Jézus szavait, és meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. Ekkor még jobban kezdte kutatni Jézus dicsőséges második eljöveteljének ideje, hol van megírva a proféciákban. A Nagy Küzdelem című könyvben olvashatjuk tovább, hogy maga a Jóisten vezette Miller Vilmost a kutatásban. A régi időkre megjövendőlt proféciákat vizsgálva látta, hogy azok bizonyos időkön belül be is teljesedtek. Tovább kutatva a Dániel 8 rész 14. versére összpontosította figyelmét, és úgy érezte, hogy ez mutatja meg legjobban Krisztus második eljövetelének idejét. 2300 estvégés reggelig, és azután kiderül a Szenthely igazsága, olvasta, a régi szöveg szerint megtisztítatik a Szenthely. Kutatásaiban megértette, hogy a proféciában, a Bibliában egy nap egy évet jelent, és ezután még nagyobb buzgalommal kezdte kutatni a kiinduló időt. És jött egy angyal, aki azért jött, hogy megértesse vele mindazt, amiért gyötrődött. Vedd eszedbe a szózatot, és értsd meg a látomást. Először a zsidó népnek megszabott időt ismerteti vele a 24. versben. 77 szabotott a te népedre és a te városodra. A 70x7 az 490 nap, tehát 490 esztendő. A kiinduló pontot a 25. versben találta meg, ahol olvashatjuk, hogy Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig. 7-7 és 62 hét van. Tehát a 483 esztendő leteltével a Mesiás fejedelem lép be, tehát keresztelő János ekkor keresztelte meg Jézust. Ezt ilyen pontosan ki tudta számolni, és csodálattal döbbente látta, hogy minden milyen pontosan teljesedett be. Most már csak 7 esztendő maradt a 490 esztendőben. A következő szöveg azt mondja, a 27. versben, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak. Dániel próféta sok száz évvel hamarabb megírta, hogy Krisztus munkája, misszió munkája 3,5 esztendeig fog tartani, és keresztre feszítése által lefizeti a válságot a bűnös emberért. És ezzel, mivel az igazi bárány megáldoztatott, véget vet a véres áldozatnak,
mivel a jelképes áldozatokra tovább nincs szükség. Mint írja le Máté és Márk evangélista, mi történt ebben az időpontban a templomban? Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadá lelkét. És ímé a templom kárpitja tetőtől aljáig ketté hasada. A Jézus élete című könyvből ezzel kapcsolatban ezt olvashatjuk. Mikor a hangos kiáltás elvégeztetett, elhangzott Krisztus ajkáról, a papok éppen a templomban végezték szolgálatukat az estéli áldozat idején. A Krisztust jelképező bárányt bevitték, hogy levágják. A pap felemelt késsel állott ott. Olyan zajjal, mint amit a szövet elrepesztése okoz, a templom belső kárpitját tetejétől az aljáig egy láthatatlan kéz ketté tépte, és az emberek sokaságának tekintete előtt feltárult az a hely, amelyet egyszer Isten töltött be jelenlétével. Ebben a helyiségben, a Szentek Szentjében Isten dicsősége a Sekinak lakozott. Az irgalom széke fölött, a frigyláda fölött Isten itt nyilvánította ki dicsőségét. Senki más soha nem emelhette fel azt a kárpitot, amely elválasztotta a mögötte lévő helyiséget a templom többi részétől, csak a főpap. Ő is csak évente egyszer lépett be ebbe a helyiségbe, hogy elégtételt adjon a nép bűneiért Istennek. A hét második felén, még 3,5 évig a tanítványok Krisztus megbízatása szerint végezték azt a munkát, amit rájuk hagyott. Jeruzsálemben kezdték a munkát, hiszen Jézus Jeruzsálemben szenvedett, Jézus Jeruzsálemben feszítették keresztre, Jeruzsálemben volt legjobban megalázva. És itt bátran hirdették, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten fejedelemé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És a 3,5 év letelte után töltötték be azt a parancsát Jézusnak, hogy menjetek szélesebb világra, és hirdessétek az evangéliumot. Miller Vilmos ezt mind megértette, és így kiszámolta, hogy a 2300 éves profécia 1843-ban fog lejárni, és mivel ő a szentély megtisztításán a földön megtisztítását értette, ezért arra a meggyőződésre jutott, hogy Jézus dicsőséges második eljövetelére készülniük kell, és ez ekkor fog bekövetkezni. Azt mondja önmagáról: hatalmas erővel tűnt elém azon kérdés, hogy mi a kötelességem a világgal szemben, azon szemmel látható bizonyítékokra vonatkozólag, melyek saját szívemet megragadták. Midőn munkáimmal foglalkoztam, állandóan csengett a fülemben: menj és figyelmeztesd a világot az ő veszedelmükre. Eszébe jutott Ezékiel proféta szavai is: ha nem inted meg a hitetlent, a vérét a te kezedből fogunk kérni. Ő a baptista egyház tagja volt, és 1833-ban engedélyt kapott ennek a csodálatos üzenetnek a hirdetésére. Első előadását követve 30 salát tért meg, és ekkor már 50 éves volt. A Tapasztalatok és Látomások című könyvben ezt olvastuk: elvezette hallgatóit a proféciák mesdjéjén át egészen Krisztus második eljöveteléig. Miként egykor Keresztelő János hirdette Jézus első eljövetelét és egyengette útját, úgy hirdette Miller és akik hozzácsatlakoztak Isten fiának második eljövetelét. A lelkészek és a nép egyaránt azt hitték, hogy a Jelenések könyve homályos és titulzatos könyv, és kevésbé fontos, mint a Biblia egyéb könyvei. Azonban ez a könyv a kinyilatkoztatás könyve, amely különösen azok javára van, akik az utolsó napokban élnek, mert belőle ismerhetik meg igazi állapotukat és kötelességüket. Tehát mennyire fontos ma mindenkinek kutatni a Jelenések könyvét. Miller figyelmét Isten irányította a proféciákra, és a Jelenések könyvére nézve nagy világosságot adott neki. Isten angyalai kísérték küldetése teljesítésében. Szilárd jellemű, rettenhetetlen ember volt, aki félelem nélkül hirdette a rábízott üzenetet.
Azt olvassuk, emberek ezrei szerették meg a Miller Vilmos által hirdetett igazságokat, és Istennek szolgái Illés proféta erejében és szellemében hirdették az üzenetet. Jánoshoz hasonlóan azok, akik ezt az ünnepélyes üzenetet hirdették, indítatva érezték magukat, hogy a fejszét a fák gyökerére helyezzék, és felhívják az embereket, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöt. Belátták hitehagyásukat, a megbánás keserű könnyeivel mélységes lelki fájdalomban alázkodtak meg Isten előtt. Azok, akik elfogadták az üzenetet, mentek, megtéretlen barátaikat, rokonaikat, ismerőseik körében hirdették, teljesítették az igazságot, és mialatt lelkük alázatban meghajolt az ünnepélyes üzenet súlya alatt, estbe kérték és intették őket, hogy készülődjenek Krisztus közeli eljövetelére. Ez a lélektisztító munka elvonta az emberek figyelmét, szeretetét a világtól, és eddig sohasem tapasztalt megszentelődést eredményezett. De ő sem végezhette, sem társai ezt a munkát minden ellenállás nélkül. A tapasztalatok és látomásokban olvashatjuk tovább. A nyáj pásztorait közül többen azt állították, hogy Jézus szeretik, nincs kifogásuk az ellen, hogy Jézus második eljöveteit hirdetjük, de kikeltek eljövetele idejének lerögzítése ellen. Isten mindeneket látó szeme olvasott szívükben. Ezek az emberek nem kívánták Jézus közeli eljövetelét. Tudták, hogy keresztényetlen életük nem állja meg a próbát, mert nem jártak az alázatosság útján, amelyen Jézus járt. Láttam, hogy Istennek népe végtelen örömmel várta Ura eljövetelét. De Isten elhatározta, hogy próbára teszi őket. Keze eltakart a proféciai korszakok számításánál egy hibát. Azok, akik Urukra várakoztak, nem fedezték fel ezt a hibát, s még a legtanultabb emberek, akik ellentmondtak az időszámításnak, sem vették észre azt. Isten azt akarta, hogy népe csalódáson menjen keresztül. Az idő elmúlt, akik örömmel várták Uruk eljövetelét, elszomorodtak, ellenben azok, akik nem szívesen várták volna Jézus megjelenését, de mert félelemből fogadták el az üzenetet, megkönnyebbültek, hogy a várt időre mégsem jött el. Hitvallásuk nem tisztította meg szívüket, és nem tisztította meg életüket. A csalódás alkalmas volt arra, hogy bensejüket feltárja. Ők voltak az elsők, akik elfordultak, s a szomorúakat és csalódottakat kinevették. Azok a hűséges, csalódott lelkek, akik nem tudták sehogy sem megérteni, hogy Uruk miért nem jött el, nem maradtak sötétségben. Isten szent lelke újra visszavezette őket Bibliájukhoz, hogy a prófétai időszakokat kutassák. Isten már elvonta kezét a számoktól, s a félreértés tisztázódott. Most látták csak, hogy a prófétai láncolatok 1844-ig vezetnek. Újból örömmel készültek szeretett Uruk eljövetelére, mint a második advent hirdetői, és ezért adventistáknak nevezték el őket. Az egyházak elnyomták azokat, akik az üzenetben hittek. El akarták teljesen némítani azt a bizonyságtételt, amelyet a várakozó lelkek hangoztattak, hogy a proféciai korszakok 1844-ig húzódnak. A hívők nyíltan beismerték tévedésüket, és őszintén magyarázatát adták annak, hogy miért várták az Úr Jézust, üdvözítő őket 1843-ra. Ellenfeleik egyetlen elfogadható érvet sem tudtak ellenük felhozni, és elhatározták, hogy a bizonyítékokat meg sem hallgatják. A bizonyságtételt végleg kizárják az egyházból, nehogy mások is hallhassák. Mi történik az ember lelkében, mikor Isten szavát elveti? Mi történt azokkal, akik ellenálltak az első angyal által jelképezett üzenet elfogadásától? A tapasztalatok látomásában. Miután az egyházak vonakodtak elfogadni az első angyal üzenetét, a mennyei világosságot vetették el, és kiestek Isten kegyéből. Saját erejükben bíztak,
és ezáltal az első üzenetnek ellenállottak, már eleve odajutottak, hogy a második angyal üzenetének fényét nem is láthatták. Én hiszem, hogyha Miller Vilmos 1844-ben hirdette Krisztus közeli eljövetelét, ma sokkal közelebb vagyunk hozzá. Ma nagyon hirdetni kell, és kutatni a Bibliát, hogy Uram, segíts, hogy tudjak elkészülni veled a találkozásra. Hogyan is tanultuk a múltkor? A ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Eljött az ő ítéletének órája. Még ebből mind nem értünk oda, és ígérem, hogy a következő tanulmányban ezt is meg fogjuk érteni. Szeretném, ha mindannyian elgondolkodnánk azon, hogy a mi hatalmas Istenünk milyen nagy szeretettel kéri, figyelmezteti a gyenge, gyarló embert arra a nagy napra, mikor dicsőségben eljön mindazokért, akik elfogadták az ő hívó szavát. Nagyon régi, kedves nekem Hoseás proféta által írt szavak. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt. És Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek kötelékeivel. És olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan elejükbe. Kedves hallgatom, ezek a szavak nekünk szólnak, neked szólnak. Isten ma is szeretetnek kötelével vesz körül, kér és hív, hogy térjünk meg, hogy szeressük őt, tiszteljük őt engedelmes lélekkel, hogy mikor eljön, elfogadhasson bennünket, elvihessen magával. Ma is miértünk is érvényes Jézus hívó szava, jöjjetek én hozzám, vegyétek fel magatokra az én igámat, adjátok át szíveteket nékem, maradjatok bennem, és én is ti bennetek. És ha az én beszédeimet megtartjátok, mint ahogy én megtartottam az én atyámnak beszédét, mondja Jézus, akkor együtt leszünk a mennyei otthonban. Ez az én kérésem mindannyiunkért. Készüljünk velből a találkozásra. És remélem a következő órában is együtt fogunk tanulni, őt dicsőítve, szeretete által. Amen.